Tolnaváros önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program pályázatán nyert forrást, így 2020-ban fel tudta újítani a régi laktanya épületét, és létrehoztak egy játszóházat. A koronavírus járvány miatt azonban csak a megnyitó erejéig próbálhatták ki a gyerekek, majd határozatlan időre bezárt. Idén október 1-től sokak nagy örömére újra megnyitja kapuit a tolnai játszóház. A városvezetés egy helyi vállalkozóra bízta az üzemeltetést. A játszóház már önmagában ad egy óriási attrakciót a gyerekeknek mindenfajta kísérőprogram nélkül, de itt abban sem lesz hiány. A rendes napi látogatás mellett lehetőségük lesz a gyerekeknek akár itt tartani egy születésnapot, vagy egy bulit, vagy egy névnapot a barátaikkal, és ezen kívül pedig számos tematikus nappal készülünk. Tolnaváros jóvoltából lehetőségünk lett arra, hogy így a pályázat keretén belül meg tudjuk valósítani akkor azt az álmunkat is, hogy itt helyben nem csak a lakosságot, a felnőtteket, az anyukákat, a szülőket, hanem egyben a gyerekeket is meg tudjuk szólítani. A nyitvatartás kedd és péntek között hétköznap, délután 2-től este 7-ig várjuk majd a gyerekeket, hétvégén pedig hosszított nyitvatartással, ott reggel 10 és este 7 óra között lesz nyitva szombaton és vasárnap is a játszóház. Az első tábor az október végén Halloweenkor várható, lesz még egy kisebb tábor decemberben, amikor már téli szünetre mennek a gyerekek, és gyakorlatilag majdnem gyereknapig kész vagyunk a programokkal. A játszóház befogadó képessége limitált. A tervek szerint minden egész és minden fél órában lehet belépni majd az épületbe. Egyszerre maximum 130 főt tudnak majd fogadni, így minden gyerek odaférhet, kipróbálhatja a játékokat. A játszóház területén gyakorlatilag két részre osztható. Az egyik az a nagyobb gyerekek részére, a másik pedig a kisebb gyerekek részére van berendezve. A nagyobb részben ott van egy 200 négyzetméter alapterületen lévő labirintus, amiben vannak csúszdák és ilyen labdatenger, amit a gyerekek előszeretettel ugye látogatnak az egyes játszóházakban, és most már végre itt Tolnán is. A másik terem pedig kifejezetten a kisebbek részére készült, a teremnek az egyik része. Ott a kislányoknak babakonyha, a kisfiúknak pedig mindenfajta szerelős asztalok, illetve autók és versenypálya áll majd a rendelkezésre, és a teremnek a másik részében pedig az intelligens táblától kezdve a léghokiig minden a nagyobbakat szolgálja ki. A két terem között pedig van egy két kisebb szoba, és a két kisebb szobában pedig videójátékkal tudnak játszani a gyerekek. Tolna polgármestere azt mondja, bár sikerült megfelelni a pályázati feltételeknek, és a kivitelezés olykor emberpróbáló nehézségeit is leküzdötték. Ennek ellenére Appelszófer Ágnes a képviselőtestülettel közösen úgy döntött, hogy a játszóház üzemeltetéséhez köztük nincs alkalmas személy. Nem azért, mert nem vagyunk ügyesek, hanem azért, mert ez egy vállalkozás tulajdonképpen. Tehát egy jelenlegi intézményünk tevékenységéhez sem passzol. És tekintettel arra, hogy ezt egy Európai Uniós és kormányzati forrásból valósítottuk meg, itt nem elég az a pályázat zárásához, hogy felújítottuk az épületet és berendeztük, hanem nyilván ezt működtetni is kell. És ezért gondoltuk azt, hogy a Telena Kft-n keresztül, mert először tehát az önkormányzat a Telena Kft-vel kötött szerződést, és mi nekik adtuk ezt átüzemeltetésre, de hát a Telena Kft. Is egy kommunális cég, tehát igaziból az ő tevékenységükhöz sem passzol egy játszóházi tevékenység, és akkor gondoltuk azt, hogy megpályáztatnánk. És három ajánlat érkezett. Hozzáteszem, hogy nem az anyagiak döntöttek, tehát nem az volt a legfontosabb, ki mennyi bérleti díjat fizet a Kft-nek, hanem az volt a legfontosabb, hogy minél gyerekbarátabb legyen, és minél olcsóbban tudjanak majd a gyerekek menni, és minél színesebb programokat biztosítsanak. És tekintettel arra, hogy a tevékenységükben is már hasonló dolgot csináltak, illetve egy tőkeerős cégről beszélünk, mert azért nincsenek illúzióink, ez néhány hónapig bizonyára veszteséges lesz. És ezért gondoltuk azt nagy magabiztossággal, hogy egy tolnai tőkeerős, nagymúltú cég ezt jól fogja tudni üzemeltetni. Az ajánlatuk szerint és a szerződés szerint október 1-én fog nyitni a tolnai játszóház. Egy délután volt a gyerekeknek arra, hogy ezt birtokba vegyék akkor, amikor a szalagot átvágtuk, de ugye a pandémia miatt nem volt arra lehetőség, hogy a továbbiakban ez nyitva legyen. Úgyhogy én magam is nagyon várom, hiszen nekünk az a jó, hogyha a tolnai embereknek jó.
és én nagyon örülnék, hogyha minél több mosolygós, vidám gyermekarccal találkozhatnék akár a játszóházban is. Tehát nem azért építettük, hogy csak ott legyen, hanem nyilván azért, hogy ezt a gyerekek használni tudják. A polgármester bízik abban, hogy az új működtető majd vonzóvá teszi a játékteret a tolnai és a környező településeken élők számára.